Szeretettel köszöntöm Önöket, Vashegyi György karmester vagyok, és én leszek december 16-án a Műpában Félicien David Herculanum című operájának, a magyarországi bemutatójának a karmestere. Félicien David Herculanum című operája a francia romantikus nagy operának az egyik legkiemelkedőbb alkotása. Ennek az opera repertoárnak, mi Magyarországon elsősorban Gounod műveit ismerjük ebből a repertoárból, a Faustot például. Ez a Faustnak volt a vetélytársa abban a korszakban, a párizsi operában. Talán egy 10 évvel ezelőtt volt ennek a műnek a 21. századi premierje. Egy kiváló lemezfelvétel készült belőle, a Palazzetto Bruzane, egy velencei francia magánalapítvány szervezésében. Ez a felvétel keltette fel az én érdeklődőmet is a ő kapcsán, és mint a velenceiek gyakori munkatársa, javasoltam nekik, hogy Magyarországon a Nemzeti Filharmonikusokkal mutassuk be ezt a szép operát. Én nagyon sok francia operát mutattam be Magyarországon már, tehát 15-20 operát valószínűleg. Itt az első lépés mindig a libretto lefordítása. Én magam szoktam franciából magyarra fordítani a teljes szövegkönyvet, ez most megtörtént, tehát feliratozva lesz a mű. Fantasztikus, nemzetközi szólista gárda fog közreműködni. Mindenkinek ajánlom a művet, aki szereti a romantikus zenét. Nagyon izgalmas, fordulatos a történet. A keresztény üldözések korszakában a Vezúv kitörése pusztít el mindent. A keresztények, a rómaiak, akkor közben Herculanum polgárai, de megjelenik maga a sátán. A darabot, a Faustnak a világa nem esik ettől túlságosan messze. Nagyon szép zenei, én számomra nagy öröm, hogy ezt megszólaltathatjuk. Nagy szeretettel várunk tehát mindenkit, aki teheti, jön el december 16-án a Műpába Félicien David Herculanum című operájának a magyarországi bemutatója. Remélem, hogy mindent meg fogunk tenni, hogy nagyon szép élményben legyen részük.